Az új tanév kezdetén hagyományosan minden évben Székesfehérváron rendezik meg a Fejér vármegyei szakmai tanévnyitó konferenciát. Az értekezlet célja, hogy valamennyi vármegyei köznevelési intézmény vezetője megfelelő tájékoztatást kapjon a változásokról, és egy összegző képet lásson a következő iskolai évről. Nem volt ez másként idén sem. Csütörtökön a Városháza díszterme adott otthont az Oktatási Hivatal, a Klebersberg Központ és a Belügyminisztérium által rendezett konferenciának. Az oktatásnak lenni az első területnek, ami reagál a társadalmi változásokra, reagál arra a nagyon-nagyon gyors forgó közegre, ami körülvesz minket. Ezért évről évre szükséges, hogy átgondoljuk, hogy milyen intézkedéseket kell meghozni ahhoz, hogy megfelelően tudjuk a gyerekeket, a pedagógusokat és a családokat támogatni. Ezért tudunk minden évben beszámolni arról, hogy újabb és újabb feladatok vannak, újabb és újabb irányok vannak. A Vármegye Oktatási és Köznevelési Intézményeinek képviselőit Mészáros Attila alpolgármester köszöntötte, aki elmondta, Székesfehérváron mintegy 2600 óvodás és 20453 iskolás kezdi meg szeptember 2-án a tanévet az állami, magán és egyházi intézményekben. A konferencián természetesen szó esett a fehérvári iskolafejlesztési programokról is. 2022-től napjainkig, illetve a következő időszakban mintegy 30 milliárd forint értékű iskolafejlesztés valósult meg, vagy van folyamatban, és fog elindulni hamarosan. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy valamennyi általános iskolában a vizes blokkokat felújítottuk, 3 általános iskolában, a Sziget utcaiban, a Táncsisban és a Munkácsiban teljes energetikai felújítást végeztünk, számos napelemet helyeztünk ki az intézményekben, folytatódott a gimnáziumoknak a felújítása. Ebben a pár évben a Ciszterci Szent István Gimnázium és a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium felújítása és átalakítása már befejeződött. A Vasvári Pál Gimnázium, a Kodolányi János Gimnázium és a Hétvezér Általános Iskola bővítése és felújítása pedig még zajlik. Továbbá a szakképzésben hamarosan egy átfogó fejlesztés indul majd 6 milliárd forint értékben. A konferencián az alpolgármester és a megjelent oktatásügyi képviselők minden pedagógusnak sok sikert kívántak a 2024-25-ös tanévhez.